Hey, jó! Arra gondoltunk a srácokkal, hogy... Vagy mivel itt a jó idő, ideje csinálni egy grill csatát. Legelső feladat, bekészítem a grillt, és utána nézzük meg, hogy milyen ételeket fogunk készíteni. Ezek azok az élelmiszerek, amikre a mai nap folyamán szükségünk lesz, ugyanis szuvlakit fogok elkészíteni, ami ezekre a kis spíszekre lesznek ugye felszúrva, és csirkével fog dolgozni, rakunk rá még paprikát, cukkinit, lilahagymát, mivel görög a menü, azért desszertnek görög dinnye lesz. Hoztam a srácoknak olívabogyót, én nem szeretem. Illetve arra gondoltam, hogy ha valaki nagyon extrázni szeretne, akkor pitába esetleg beletöltheti a húst, illetve az aprólékokat. Szeretnék csinálni a srácoknak egy házi limonádét, illetve van egy hozzávaló, ami a grillezéseknél nem maradhat el, és ők egyben a mai videónak a támogatója, és az nem más, mint a Hajdú grillsajt. A grillsajtok egy grillezéshez alap dolgok, viszont az az extra, hogy a srácok is egy különböző ízvilágot kaptak, és én kaptam az áfonyás halapenyósat. Szerintem ez egy nagyon extra ízvilág, nézzük meg, hogy hogy néz ki. Kicsomagoltam a sajtot, és egyébként rögtön érezni lehetett az áfonyának az illatát, úgyhogy ezt szerintem jól bele fogom tudni kombinálni, illetve próbálok egy ilyen lilás, kékes, kis színes nyári hangulatot teremteni. Ami ezekben a grill sajtokban egyébként nagyon extra, és ez nem működik a sima sajtoknál, hogy nagyon megtartják az állagokat, szóval nagyon egybe maradnak, amikor sütjük őket, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mennyire fog passzolni a mai menühöz ez, meg hogy a srácoknak ez hogy fog bejönni. Viszont kezdjük a legelső dologgal, a csirkecomboknak a kifilézésével. Csirkecomb szaftosabb, szerintem jobb grillezni, mint a csirke mellett, már túl száraz lesz. Most, hogy felkockáztam a csirkecombot, mehet rá a zöld fűszer, és ezt hagyni fogjuk egy kicsit, hogy megszívja magát ebben a pálcban. Úgyhogy mehet is be addig vissza a hűtőbe. Fel kell kockázni a paprikát, így, utána fel kell kockázni a cukkinit, így, majd jöhet a lilahagyma, ígyni, és ezekből, illetve a húsból csinálunk spíszeket. Márti volt olyan kedves, és segített nekem egy cacikit csinálni, igazából majd meglátjátok, de valószínűleg ez sikerül a mai nap folyamán a legjobban. Egy dagadék vagy? Ezt a zsír, ez a mi fáj. Ez a zsír? Ez zsír! Nem tudom, hogy vagytok vele, srácok, de a görögös kaja, azt szerintem így a magyar után azért... Nagyon-nagyon közel van hozzá, én nagyon-nagyon szeretem. Illetve a sajtok sem maradnak el, úgyhogy kezdjünk el sütögetni. Na most bevallom őszintén, van egy kis probléma, ugyanis hát nekünk ebben a házban ez az első ilyen nyári szezonunk, és még nincsenek itt a kerti bútoraink, amiket rendeltünk, úgyhogy egy régi asztalt fogok használni, ez volt a régi számítógépes asztalom, és megpróbálok valamilyen görög nyári hangulatot varázsolni ide mögém. Ezek az olívasprék egyébként elég nagy lifehack-ek, ugyanis a csirkecomb az eleve egy kicsit zsírosabb hús, és azért én szeretek odafigyelni arra, hogy nagyjából mit eszünk, úgyhogy ezzel egy kicsit megfújom a tetejét, és akkor az így balancban lesz. Ez még kicsit szerintem túl meleg, de már parázs van. Nézzük meg hány fokos. Az a baj, szerintem ilyen 300-ig fel fog menni. Oké, van az majdnem 400 is. Az igen! Cső! Foglaljatok helyet! Nagyon görögösen vagyunk ma, mert van olívabogyó. Azt én imádom. Nálam is hasonló helyzet. Ilyesmi a grillem. Én limonádét szeretnék. Jó, kérem nyissa ki a kis bögrét. Vettem szeretném nektek. Én is a limonádét. Vettem nektek a kis bögrét. Úgy érzitek magatokat, mint Görögországban. Tiszta görög. Beszélj görögül, te minden nyelvű. Szuvlaki. Egyébként az lesz ma a kaja? Na, ennyi. Kombol, kicsit egy turbózott szuvlaki lesz, amit el is kezdek sütni. Imádom ennek az egésznek a hangulatát, lesz majd egy egész kertfelújítós videó is. Lássunk hozzá, süssünk! A sajtokat pedig fentre rakjuk egyelőre, mert az mindig nagyon könnyen megkapódik. Úgyhogy, let's go! Gyere, te is, dobjunk egy dátot! Gyere! Usával nyomom ma, usa színeiben. Oké. Okay. Az igen, apa. Hú, de rossz ez dobni. Sütöttem a srácoknak egyébként krumplit is, úgyhogy majd ez is jár mellé. Illetve hát ugye a pita. Mindig nehéz grill sajtot grillezni nekem, de megpróbálom a srácoknak jól eltalálni. Vagy nem sül át, vagy odaégetem. De hát meg kiderül. Hátulján egyébként rajta van, hogy ha serpenyőben készítenénk, vagy faszénen, vagy pedig elektromos grillen, akkor hogyan ajánlott az elkészítése. De hát improvizáljunk.
Láttátok? Azt nagyon gúzta. Azt adom. Azt tudod miért gúzta? Mert ez az, amit nem én csináltam. És mi tudod miért gúzta? Mert 3-4 órája napon hagytad. De hát ezt a hűtőbe volt, hogy nincsen baja. Na jó, kezdjünk el enni. Hozok laktázt. Ó, tess, előmelegített tányér, ahogy érzem. Meleg a tányér. Nagyon komoly. Jó étvágyat. Van, hát nevezzük szuvlakinak, okay. De ez ilyen turbozott szuvlaki. Milyen hús? Csirke? Csirkehús, igen. Találtok krumplit, cacikit, illetve a grill sajtot, azt próbáljuk ki, mert én is kíváncsi vagyok. Milyen csirke? Milyen nemzetiség? Görög. Jó, görög kukoricán, igen, és görög tengervizet ivott. Mikonoszon. Akkor azért halt meg? Igen. Volt buliz? Jó. Görögösen, kézzel. Jól néz amúgy ki. Nem szokott nekem soha sikerülni. Amúgy az áfonya nagyon érződik. Igen? Eskü. Fullos. Nem akarom magamat dicsérni, de... Ez jó néz ki. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Hasonlóra számítatok nálam is. Ez bajos a caciki. Ez tényleg. Igen, azt nem én csináltam. Van sülve ez? Mm-hmm. Igen, tökéletes. Csirke jól átlan sülve, oké. Okay. Caciki fullos. Nézzük a sajtot. Én nem kóstoltam még, kíváncsi, hogy illik-e hozzá. Áfonya. Először áfonya, utána csípős jalapeño. Amúgy jó. Ez egy fullos kaja. Ez egy gusztusos kaja. De jól is néz ki. Na, nem akarom magamat dicsérni, de... A végén kérek egy zsűrizést tőletek, jó? Megkajálunk. Ez egy verseny, utána... ugye? Verseny. De nem ér lepontozni direkt a másikat. Megkajálunk, és utána akkor jó. Elmondjátok, hogy milyen volt, és pontot adtok. Jó. Barni hozta az elvárásaimat, esküszöm, én számítok arra, hogy a mai nyertes kettejük közül fog kijönni. Nem azért, mert nem bízok magamban, van önbizalmam, de nem tudok, nem értek ehhez. Szóval meglátjátok a grillemet, akkor rájöttük, hogy miről beszélek. Nagyon finom volt minden. Én 10/9-et adok erre. Csak azért adok 10/9-et, hogy hát ha az ennyire 10/10-et adnak, és akkor még tudok nyerni. De egyébként rendben volt, a limcsi nagyon finom volt, a caciki az kiváló volt, az a nyárs perfekt volt, a hús átsült, finom volt, érződik rajta, hogy itt Barni a kertjébe nevelte ezeket a csirkéket, saját két kezével vágta le őket, lehet ezt érezni, srácok. Szóval finom volt, 10/9. Hát ettünk egy jót, gyerekek. Én egy 10/9-et adok erre, igazából egy dologgal volt bajom, és ezért azt az egy pontot nem kapja meg, az, hogy a sült krumpi az száraz volt, de minden más tökéletes volt. Úgyhogy megyünk még hozzám is enni, szerintem az én apa megnyeri. Mind én apa. Na, látjátok? Köszi szépen srácok nektek is a figyelmet, a Hajdu Grill Sajtnak köszi szépen, hogy bedobták ezt az ötletet. Szeretünk volna már régóta csinálni ilyen közös dolgokat, főleg főzni, úgyhogy, ja, thank you, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nézzétek meg a srácoknak a videóit, hogy mit főztek, találkozunk egy kövő videóban, sziasztok!